átadták a Tokaji Vizitúra Központot. A beruházás része a Bejárható Magyarország programnak, amely keretében 14 vizitúra megállóhely újul meg, vagy épül fel a Felső-Tisza víziturizmusának komplex fejlesztésére, mintegy 400 millió forintot fordít az állam. Foglalkoztatási együttműködések a megyében. Több mint 800 igény érkezett a megyei önkormányzathoz a foglalkoztatási paktum keretein belül, közülük közel 500 kapott pozitív elbírálást. Retro véradás. A véradók világnapja alkalmából az országban mintegy 44 helyszínen összesen 160 szakember várta a segíteni vágyókat. Nyíregyházán retro véradást szervezett a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete. Átadták a Tokaji Vizitúra Központot csütörtök délelőtt. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az átadó ünnepségen részt vett Magyarország miniszterelnöke is. Orbán Viktor azzal a bejelentéssel érkezett Borsodba, hogy bicikliúttal szélesítik a Tokajt Rakamazzal összekötő Tisza hidat. A Vizitúra Központ megépítése része a Bejárható Magyarország programnak, amely keretében 14 vizitúra megállóhely újul meg, vagy épül fel. A Felső-Tisza víziturizmusnak komplex fejlesztésére mintegy 400 millió forintot fordít a magyar állam. A Bodrog és a Tisza találkozásánál adták át a Tokaji Vizitúra Központot. A Magyar Kajakkenu Szövetség még a 2013. évi fejlesztési stratégiájában döntött úgy, hogy a versenysport mellett a szabadidősport és a víziturisztika felé is nyit, közölte Schmidt Gábor, a szövetség elnöke. Azt is hozzátette, hogy a szövetség és a kormány elképzelése találkozott, így állami forrás is biztosítanak a beruházásokhoz. Magyarországon, amely nagyon gazdag természetes vizekben, egyedülálló lehetőség van a kezünkben, hogy a víziturizmust egy új, valós turisztikai termékké formáljuk és kínáljuk mind a belföldi, mind a külföldi turisták számára. Örömmel jelenthetem Önöknek, hogy a Felső-Tiszai hálózat fejlesztése elkészült. Tiszabestől Tiszacsegéig 14 új vagy megújított hely várja a sportolni, túrázni vágyókat. Ez a tokai beruházás arra is jó példa, hogy hogyan tud több fejlesztés erősíteni egymást. A mellettünk lévő területen rövidesen építkezni fog az Aggteleki Nemzeti Park, kikötő épül majd az úszóhajó programra, és számos kerékpárút újul meg a környéken. 2019 végére számos helyen összesen 150 helyszín kapcsolódik majd be a vízitúra hálózatba. A vízisport népszerűsítésére a Magyar Kajakkenu Szövetség a gyermekek számára vízivándortábort indított. Idén a vízivándortábor keretein belül már 6 útvonalat jegyzünk. A Bodrogon, a Felső-Tiszán, a Szigetközben, a Dunakanyarban, az Alsó-Dunán és a Körösök vidékén. Mintegy 3500 gyerek fog az én egykori önmagamhoz hasonlóan vízre szállni a mi segítségünkkel. Ez nem pusztán statisztikai adat, ez 3500 mosoly, 3500 csodálatos emlék. Magyarország miniszterelnöke köszöntőjében kiemelte, bár a tokai átadó kis esemény, mégis nagynak számít, mivel különböző területek szakemberei fogtak össze egy közös cél érdekében. Orbán Viktor hozzátette, Európa 4 legkevesebbet sportoló országa közé tartozunk, jelenleg a fiatalok mindössze 36%-a sportol rendszeresen. A kormány célja, hogy minden korosztályt aktívabbá tegyenek. A miniszterelnök egy jó hírrel is érkezett Tokajba. Mai ünnepségünk sürgetésének eredményeképpen döntés született, sőt, talán munka is hamarosan megindul, hogy a bicikli út, amely belefutott a vízbe, vagy a hídbe, vagy nem is tudom, föltorlódott ott a túlsó oldalon, ennek a állapotnak most vége, mert döntés született a tegnapi, vagy a mai napon, részben a sürgetés, részben a szorgalom, részben a félelem egy-egyének eredményeképpen most végre van egy döntés arról, mert a pénz már régóta megvan, hogy akkor végre azt a hidat kiszélesítjük, lesz rajta gyalogrész is, és át lehet rajta majd biciklizni is. Tehát ez egy, maga ez a történet, ez alkalmat ad nekem arra, hogy elmondjam, hogy hozzá kell szokni. Mi, akik vezetők vagyunk ebben az országban, hozzá vagyunk, de akik kevésbé töltenek vezető pozíciókat, nincsenek még hozzászokva ahhoz, hogyha az ember valamit csinálni akar, akkor ellenállást kell legyűrni. Talán itt elmondhatom, hogy meg kell békélnünk azzal, hogy végülis ez egy ulti ország.
aminek ugye mégiscsak az a lényege, hogy ha valaki akar csinálni valamit, akkor ketten összefognak, hogy ne sikerüljön. Egy másik vízitúra megálló helyet még tavaly szeptemberben adtak át a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vásárosnaményban. Itt az önkormányzat egy 10 személyes sárkányhajót, valamint több kajakot és kenut is vásárolt. A Felső-Tisza víziturizmusának komplex fejlesztésére mintegy 400 millió forintot fordít a magyar állam. Több mint 800 igény érkezett a megyei önkormányzathoz a foglalkoztatási paktum keretein belül, közülük közel 500 kapott pozitív elbírálást. Ez is azt bizonyítja, hogy a rendszer hatékonyan működik. A jó gyakorlatot a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és a Hajdú-Bihar megyei önkormányzattal is megosztották a regionális kapcsolatépítő projekt keretein belül. Általános tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok átadása és a problémák megoldása volt a célja annak a projektnek, amelyet a szomszédos megyék önkormányzataival közösen tartottak csütörtökön Nyíregyházán. Jelenleg közel 60 ezer közfoglalkoztatott és álláskereső van regisztrálva megyénkben, az ő számukat tovább kell csökkenteni. Ehhez fontos a piacképes szakmák elsajátítása. A foglalkoztatási paktum keretében erre is nagy hangsúlyt fektetnek. Két hete fejeződött be az első tanfolyam, amelynek során 14 fő szerzett varró női képesítést. A helyi paktumok is szépen elkezdték a működésüket, valamelyik előrébb tart, valamelyik most kezdte el a működését, de a megyei foglalkoztatási paktum vonatkozásában azt tudom mondani, hogy 900 fő foglalkoztatási igényt adtak be nagyjából eddig a munkáltatók, eddig, és ebben ebből a 900 főből majd 500 fő keretében pozitív irányító csoport döntés született, és elkezdhetett ennek a majd 500 embernek, 483 embernek a foglalkoztatásba történő újraintegrálása a képzési programokon keresztül, illetve munkahelyi támogatásokon keresztül. A toppos források felhasználásáért felelős helyettes államtitkár hatékony eszköznek nevezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási paktumot, amely példaértékű lehet a környező megyék számára is. A foglalkoztatás mellett ugyanis nagy hangsúlyt fektet már a képzésekre is, amelyek hozzájárulnak a gazdaság fejlesztéséhez. Mérföldkőhöz érkezett a topos források felhasználása. Most indul el az a foglalkoztatási paktum, amelynek keretében mintegy 2500 fő fog tudni segítséget kapni, illetve munkahelyhez fog tudni jutni. Olyan munkahelyhez, amelyre a megyében szükség van, amelyre a foglalkoztatóknak is szüksége van, hogy itt munkaerő, képzett munkaerő rendelkezésre álljon. Úgy gondolom, hogy a TOP ehhez rendkívül nagy segítséget ad, hiszen a TOP végrehajtását lehoztuk megyei szintre, tehát megyei igények alapján tudtuk megtervezni az operatív programunkat, és a végrehajtás is megyei bázison, megyei felügyelet mellett, tehát helyben tud haladni. Ez a paktum több, mint 2,5 milliárd forintból tud gazdálkodni a következő 5 évben. A Véradók Világnapja alkalmából Nyíregyházán is retró véradást szervezett a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. Az országban mintegy 44 helyszínen összesen 160 szakember várta a segíteni vágyókat. A vérkészletek bővítése mellett a szervezők a mai nappal emlékeznek meg a több mint 6000 hazai névtelen donorról, akik évről évre a vérükkel segítik a gyógyulni vágyókat. Sörrel és virslivel várták a véradókat a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei munkatársai a Józsa András kórházban szervezett véradáson. A retro véradás már-már hagyománynak számít a megyei Vöröskeresztnél, akik ezzel a gesztussal köszönik meg a segítséget, valamint emlékeztetnek a véradás hagyományainak fontosságára. Ma van a Véradók Világnapja. Az országban a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat 44 helyszínen szervezett ebből az alkalomból véradást. Azért fontos számunkra ez a nap, mert ezen a napon emlékezünk meg azokra a véradókra, azokra a névtelen segítőkre, akik azzal segítenek az embertársaikon, hogy a gyógyulásukban vagy a műtétük végrehajtásához a megfelelő vért biztosítják az egészségügyi ellátás számára, és ezen keresztül a gyógyulni vágyók számára. Én azt gondolom, fontos ilyenkor megemlítenünk azokat a munkatársakat, akik az országban azon dolgoznak, hogy ez a folyamat létrejöhessen. A Magyar Vöröskeresztnél mintegy 160 ember dolgozik napi szinten azon, hogy megfelelő mennyiségű vér álljon rendelkezésre a kórházi ellátásban, és mintegy 6000 önkéntes támogat bennünket ebben a munkában. A véradáson bárki részt vehetett, ahol néhány vizsgálat után pár perc alatt levették a szükséges vérmennyiséget. A mai rendezvényen voltak újoncok és már visszatérő véradók is. Ez a harmadik alkalom, hogy vért adok.
Hát azért tartom fontosnak ezt az egészet, mert így tudunk segíteni a beteg embereken, illetve azoknak, akiknek vérre van szüksége. A Vöröskereszt számos eseményen vesz részt a nyár folyamán, amelyeken folyamatosan várják az új és a visszatérő véradókat is. Június 16-ától szombattól 2,5 hónapon át nyári menetrend szerint közlekednek a vonatok a balatoni utasforgalom színvonalasabb kiszolgálása érdekében. A vonattal nyaralni indulók idén is az utazási igényekhez igazodó járatok közül választhatnak, a Balaton északi és déli partja felé egyaránt. Június 16-a és augusztus 26-a között korszerű, légkondicionált motorvonatok, intercity kocsik, hétvégén pluszvonatok, kerékpárszállítási lehetőség várja a magyar tengerhez utazókat. Nyíregyháza, Debrecen és Szolnok érintésével Záhonyból, valamint Szombathelyről közvetlen vonat indul az északi parti üdülőhelyekre. A Záhonyból induló vonaton 35-40 darab kerékpár szállítható kerékpár helyjegy váltásával. A balatoni járatok egy része kelet-magyarországi pályafelújítások és átépítések által érintett szakaszokon közlekedik, ezért bizonyos időszakokban eltérhet a menetrendjük. Utazás előtt érdemes tájékozódni az adott napi menetrendről a menetrendi keresőben és a vonatinfo alkalmazásban. Egy az út szélén álló autóbuszba hajtott egy kis teherautó Nyíregyházán a Debreceni úton. Az anyagi kár mind a két gépjárműben jelentős, személyi sérülés nem történt. A rendőrök hatósági eljárás keretében vizsgálják a felelősség kérdését. Fesztiválok a Sárkányok földjén 2018 nyarán harmadik alkalommal, Nyírbátor második várossá válásának 45. évfordulója alkalmából különleges események színesítik majd a Bátori Nyár programsorozatát. A hagyományos könnyű zenei koncertek, sportnap és színházi programok mellett lesz Szárnyas Sárkány Fesztivál és egy különleges torony túrán is részt vehetnek az érdeklődők. Nyírbátor mindig meghatározó volt a térség kulturális életében. A Bátori Nyár idén harmadik alkalommal kínál magas minőségű kulturális programkavalkádot a helyi, környékbeli lakosoknak, vagy akár a külföldi turistáknak. A programok megfelelnek a fiatalabb és idősebb korosztálynak, az összeállításban jelen vannak a hagyományok és az újszerű szórakozási lehetőségek egyaránt. Idén 45 éves a város, és azt gondoltuk, hogy a születésnapunkra a rendezvényeken túl valami olyan kedvességet, olyan programot kínálunk az ide látogatóknak, ami a korábbi években nem volt elérhető. A három toronytúra igazából nem szól másról, mint a városháza és a református templom épületét és faharanglábját lehet gyakorlatilag megtekinteni. Kinyitottuk, és fel lehet jutni a tornyok csúcsára, és onnan meg lehet tekinteni a várost, ami eddig nem volt, és ez azt gondolom, hogy egy különleges lehetőséget teremt mindenki számára, hogy más szempontból, más nézőszögből láthassa a várost. Olyan produkciókat is összegyűjtenek az ország, sőt a világ minden tájáról, amelyek jelen vannak más fesztiválokon is, csak nem ezekre helyeződik a hangsúly. A legtöbb 21. századi fesztiválon van utcaszínházi esemény kiegészítő programként, viszont a Szárnyas Sárkány kifejezetten ezekre helyezi a hangsúlyt. A rendezvény szervezője úgy fogalmazott, kicsit poros, kicsit koszos, de annál fülbe mászóbb. Kiemelném a külföldi előadóinkat, Argentínából érkezik hozzánk Josefina Perez Gárdi, aki Muruja néven járja a világot. Ő egy személyes új cirkusz, utcacirkuszi előadó. Ez egy számunkra, a magyar közönség számára elég új formája a színháznak. Igazából nagyon humoros, nagyon interaktív, és eszméletlen ügyes trükköket mutat be. Ő egyébként egy bábos kötéltáncos, tehát hogy már ez a fúzió is egy elég érdekes dolognak hangzik. Aztán végre, valahára, ugye 26. alkalommal vendégül láthatjuk a Sebő együttest és a Kaláka zenekart, mert nagyon régi vágyunk volt, hogy ők ott lesznek, és annyira örültem, mikor úgy a megkeresésünkre úgy reagáltak, hogy végre már. Tehát, hogy ők is nagyon szerettek volna már eljönni. A zenei és utcaszínházi események mellett idén kiemelt figyelmet kapnak a sportprogramok is. A Bátori Nyár keretein belül lesznek lovasnapok és strandröplabda bajnokság is. Az extrém sportra vágyók pedig különleges akadályversenyen próbálhatják ki magukat.
Az elmúlt hétvégén a másod és harmadosztály utolsó fordulóinak mérkőzéseivel befejeződött a megyei futballszezon. A három osztály hét csoportjában összesen 123 csapat kezdte el a bajnokságot, amelyet végül 116 együttes fejezett be. A következő szezonra július 2-ig lehet nevezni, az átigazolási időszak pedig július 1-től augusztus 31-ig tart majd. Az elmúlt 10 hónapban héttel megfogyatkozott a megyebeli futballcsapatok száma, 4 együttes visszalépett, 3 klubot pedig a versenybizottság zárt ki létszámhiányos kiállás miatt. Az első osztály, illetve a három csoportos másodosztály 64 csapatát nem érintette ez a probléma, sőt utánpótlás vonalon még nőtt is a létszám. U14-ben 8, U16-ban pedig 7 csapattal több indult a korábbihoz képest. Fejlődött az infrastruktúrális háttér is a pályázatoknak és a TAU-nak köszönhetően egyre több sporttelepen épülnek új pályák. 21 egyesületünk több mint 160 millió forintban nyert pályázatot, és ennek köszönhetően 21 helyen szépülnek meg a telephelyek, illetve egészen pontosan a sportkomplexumok, mind az öltözők, mind a korlátok, mind a játékos kijáró, mind a kispadok, lelátók épülhetnek, tehát ez mindenféleképpen örömteli hír, hogy 21 településen ez csinosodáshoz vezethet, illetve hát a infrastruktúrális fejlesztéshez még hozzátartozik, hogy a tavalyi esztendőben is azért a TAU pályázatban nagyon sok pénz jutott a megyére, és idén is nagyon sokan pályáztak, és úgy néz ki, az idei megyei keretünk is meg fogja haladni az 1 milliárd forintot, amit jóvá lehet hagyni, és ebből az összegből is azért rengeteg pálya épülhet és szépülhet. A következő szezonra július 2-án 12 óráig nevezhetnek a klubok, mégpedig a korábban megszokottól eltérő módon. Most először elektronikusan az integrált futball alkalmazáson keresztül, röviden az IFA rendszeren keresztül kell beadni a nevezéseket. Azon a rendszeren keresztül, ami már másfél éve bevezetésre került, és amelyen keresztül már versenyengedélyeket kértek, illetve az igazolásokat, átigazolásokat, mérkőzésmódosításokat, jegyzőkönyvfelvételeket is ott végzik a csapatok, csapatvezetők. Most azon keresztül kell majd nevezni. Ennek a menete még pontosan lépésről lépésre nem ismert, ahogy ismert lesz, természetesen tájékoztatjuk a csapatokat, de már előre kiküldtünk egy tájékoztatást, hogy ne ijedjenek meg. Most már nem dokumentum és papírformába kell az igazgatóságra behozni a nevezési dokumentációkat, hanem ezt erre a rendszerre kell feltölteni. Bízunk benne, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan ilyen 120-125 környékén lesz majd a felnőtt csapataink száma. Az utánpótlásban pedig továbbra is bizakodunk abban, hogy az U14 és az U16-os korosztály az tovább fog növekedni, viszont szeretnénk felhívni az egyesületek figyelmét, hogy csak azokat a korosztályokat vállalják be, amit be tudnak vállalni, jól gondolják át, mert az jó lenne, hogyha most kivételesen ahány csapat elkezd annyi is fejezni be a következő szezont. Az átigazolási szezon július 1-től augusztus 31-ig tart. Az első hónapban szabad a piac, augusztusban azonban már csak korábbi csapat a hozzájárulásával válthat klubot az érintett futballista. Hétfőn elutazik az U18-as válogatott székesfehérvári edzőtáborába, Sitkumárton. A fiatal nyíregyházi kosárlabdázó bízik abban, hogy ott lesz a szkopjei Európa-bajnokságra utazó keretben. A kontinens tornára utazó magyar csapatok Sitku Ernő, a Nyíregyháza Blue Sharks szakmai igazgatója vezeti majd. Mozgalmas szezonon van túl Sitkumárton a Nyíregyháza Blue Sharks 18 éves játékosa. A közel 2 méter magas kosaras a felnőtt csapatban az alapszakaszban 24, a rájátszásban pedig 7 mérkőzésen lépett pályára. Emellett meghatározó embere volt a junior bajnokságban 3. helyen végző csapatnak. És ezzel még nincs vége a szezonnak, mivel Marcia jövő hét elején Székesfehérváron csatlakozik a Forrai Gábor által irányított U18-as válogatotthoz. Szeretek nagyon oda menni, mivel mindenkivel úgymond jobb vagyok. A csapategység elég jó ott, és igazából egy elég kemény felkészülés lesz, kevés pihenő van benne, lesz sok edzőmeccsünk, Kecskeméten és Székesfehérváron, várom nagyon a felkészülést. Az U18-as válogatott csapatvezetője Sitko Ernő lesz. A Nyíregyháza Blue Sharks szakmai igazgatója második alkalommal tölti majd be ezt a tisztséget a nemzeti csapat mellett. Bele kell tanulnom abban, hogy milyen csapatvezető pontos feladata, de úgy gondolom, hogy az első évben, a tavalyi évben, amikor Tallinnban képviseltem a csapatot, talán megfelelőképpen helyt tudtam állni. A lényeg, hogy képviselni kell a csapatot, diplomáciai feladata van a többi csapat vezetőivel, kell bizonyos dolgokat egyeztetni, illetve a technikai értekezleten a csapatvezető szokott ott lenni, és a csapatvezető képviseli a csapatot. De természetesen szeretnék egy picit többet is adni, hiszen azért kosárlabda múltam is van, úgyhogy ha srácok fordulnak hozzám bármilyen tanácsért, akkor
akkor szeretnék ebben is segíteni. Ezt majd meglátjuk, hogy tudok-e vagy sem. A B-divíziós Európa-bajnokságon a magyar válogatott a csoportmeccseken Ausztria, Belgium, Észtország, Grúzia és Azerbajdzsán ellen lép pályára. Minden válogatottnak változik a kerete. Az U16-hoz képest a mi válogatottunk is megváltozott, több fiatal játékosunk is van, és nyilván ez a többi országra is jellemző lehet, de bizakodóan várjuk, és a lehető legjobb eredményt szeretnénk elérni. Az Európa-bajnokságot július 27-e és augusztus 5-e között rendezik a macedóniai Skopjében. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Átadták a Tokaji Vízitúra központot csütörtök délelőtt. Az átadó ünnepségen részt vett Magyarország miniszterelnöke is. Orbán Viktor azzal a bejelentéssel érkezett Borsodba, hogy bicikliúttal szélesítik a Tokajt rakamazzal összekötő Tisza hidat. A Vízitúra központ megépítése része a Bejárható Magyarország programnak, amely keretében 14 vízitúra megállóhely újul meg vagy épül fel. A Felső Tisza víziturizmusának komplex fejlesztésére mintegy 400 millió forintot fordít a magyar állam. Több mint 800 igény érkezett a megyei önkormányzathoz a foglalkoztatási paktum keretein belül, közülük közel 500 kapott pozitív elbírálást. Ez is azt bizonyítja, hogy a rendszer hatékonyan működik. A jó gyakorlatot a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és a Hajdú-Bihar megyei önkormányzattal is megosztották a regionális kapcsolatépítő projekt keretein belül. A Véradók Világnapja alkalmából Nyíregyházán is retró véradást szervezett a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. Az országban mintegy 44 helyszínen összesen 160 szakember várta a segíteni vágyókat. A vérkészletek bővítése mellett a szervezők a mai nappal emlékeznek meg a több mint 6000 hazai névtelen donorról, akik évről évre a vérükkel segítik a gyógyulni vágyókat. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 14-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb esővel. Egy sekély ciklon található a Kárpát-medence fölött, amely csak lassan változtatja a helyét. Többnyire nedves levegő alakítja térségünk időjárását, azonban az ország nagyobb részén már nem lesznek elegendőek a feltételek zivatar kialakulásához. Az előttünk álló éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég. Esőzápor több helyütt várható. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. Reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég. Helyenként záporeső, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Az északi szél megélénkül, időnként megerősödik. Délutánra 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban erősödik a nappali felmelegedés, a maximum hőmérséklet helyenként újból elérheti a 30 fokot. A hétvégén a több-kevesebb napsütés mellett összességében több helyen számítani lehet záporesőre, zivatarra. A jövő hét elején a gomoly felhőkből szorványosan még kialakulnak záporok, zivatarok, főleg a keleti ország részben. A jövő hét közepén alig zavarják felhők a napsütést, csapadéknak is kicsi az esélye.